A forgalom Sydneyben borzasztó. Minden napra jut baleset. Gyorsulás. Drogok. Alkohol. Fogyasztott a sörből. Mobil használat. Tegye le a telefont. Életek forognak kockán. De egy magasan képzett elitrendőrcsapat kézbe veszi az irányítást. Kamerákat helyeztünk a járgányaikra. Így most először tanúi lehetünk a munkájuknak. Motoros zsaruk. Az új Dél-Walesi rendőrségnél szolgáltam 12 évig. 7 éve vagyok a forgalom ellenőrző csapatnál motoros rendőr. A motorozás a szenvedélyem. Mindig is az volt. 3 éves korom óta motorozom. Mindig is imádtam. Ha a véredben van, akkor sosem tudsz leállni vele. A motoros rendőrök egy elit alakulata az új Dél-Walesi rendőrségnek. A belépés nagyon szigorú feltételekhez kötött. Motoros rendőrré válni nem egyszerű. Egyrészt az autópálya rendőrséghez kell tartozni. Legalább 12 hónap tapasztalat kell hozzá. Ha ennek eleget tettek, bizonyítani kell, hogy elég jó motorosok, és nagyon gyorsan, vagy akár lassan is tudnak vezetni. A jelenlegi rendőrségi jármű az FIR 1300-as. Úgy 320 kg körüli. Nem könnyű. Erősen kell tartani. Egy egész napos vizsgát kell tenni ahhoz, hogy belelássunk a vezetési képességeikbe. A legtöbb teendőnk nagy forgalomban adódik. Ezért nagyon lassan is jól kell tudni vezetni. Ez a legnehezebb feladat. Ha napi szinten városban kell vezetned, az egy egészen másik világ. Az első kicsit bizonytalannak tűnik. Igen. Mit csinált? Azok, akik teljesítik a napot, egy 4 hetes, intenzív kurzusra mennek. Különleges képességek kellenek ahhoz, hogy vezetni tudják ezeket. A rendőri munka önmagában is veszélyes, plusz a motorozás, nagyobb forgalomban, nem könnyű feladat. Deren és Rob Sydney külvárosában járőröznek, amikor észreveszik ezt a piros furgont, ami áthajtott a piroson. Atya ég, ilyet nem lehet. Ez piros volt. Jól van, barátom, gyerünk! Jó reggelt, uram! Hogy van? Hooper járőr vagyok a forgalom ellenőrzéstől. Ön szerint miért állítottam meg? Áthajtottam a sárgán. Én inkább pirosnak mondanám. Nem volt piros. Az volt, ön mögött voltam és láttam. A Horsley és Walgrove kereszteződésnél jártunk, csak 15-tel mentünk. Meg sem próbált megállni. Áthajtott rajta. Mit kell tenni sárgánál? Hát sárgánál... Én elkezdek, tudja, sárgánál én elkezdek határozottan fékezni. Csak 15 kilométerrel ment. Azt akarja mondani, hogy nem tudott volna megállni? Könnyedén meg tudott volna állni. Tele van a tank? Nem, nincs. Nem. Akkor kifogyóban? Igen. Igen, az még rosszabb. Nem úgy tűnik, hogy kimagyarázza magát. Igen, értem, hogy a világ összes kifogását felsorolja. Itt a vezetői engedélye. Kapni fog egy értesítést postai úton, mert nem állt meg a sárgánál. Mennyibe került? $439 és 3 büntetőpont. De tudja, néha túlcsúszik az ember. Hát én nem. Van, hogy belecsúszik az ember. Nos, ne tegye. Ez a dolgunk, profi sofőrként, hogy betartsuk a szabályokat. Nem csúszunk bele a pirosba, mert nap mint nap látom, hogy aki belecsúszik, akár meg is halhat. Oké? Önnel is ez történhet, ha ön csúszik bele. Próbálta megmagyarázni számos módon, hogy ő jó vezető. Nem a mi dolgunk ezt eldönteni itt az út szélén.
Ha áthajt a piroson és belerohan egy másik autóba, amiben egy anya és gyerekek ülnek, képzelje, hogy érezne. Próbáljuk bevésni, hogy nem oké átcsúszni a piroson a kereszteződésben. Köszönöm. Hű. Erre nincs mentség. Hát, erre nincs. Jól van. Fent és lent. Fent és lent. Minden oké? Merre megyünk, Mark? Tartunk egy gyors pihenőt, és kitaláljuk, mi legyen. Imádom a munkámat. Tessék, látod? Hungry Jack balra. Oda megyünk? Igen, balra, balra. Oké, jól van. Nézzenek oda. Hol vannak? Ott vannak. A Harris előtt. Szerettem a jófajta csilis hotdogot a Harrisből, amikor még jóban voltam a kalóriákkal. Micsoda illatok szállnak az étteremből. Igen. Oké, akkor egy reggeli, mielőtt kimegyünk. Persze, az az első. Igen, tankoljunk fel a nagy napra. Egy baleset történt Sydney külvárosában. Paulnak és Dennek gyorsan oda kell érnie, hogy biztosítsa a helyszínt. Arról értesítettek, hogy egy kamion felborult Camp Creekben. Ha nem csal az emlékezetem, ott van egy körforgalom azon a részen. A forgalom egyre csak nő, de a motoros rendőröknek nincs ideje tétovázni. Külön nehézség, ha nem tudnak tiszta úton haladni. Vannak, akiknek fogalmuk sincs, nem? Atya ég! Húzodj már félre! Ennyi figyelmetlen sofőrrel észnél kell lenni. Fékezz, fékezz, fékezz! De egyesek nem veszik a lapot. Atyám. És tessék. Igen. Jól van, a másik oldalra megyek. Ez egy kamion. Úgy tűnik, túl nagy sebességgel akart megfordulni. A szállítmány túl nehéz volt és felborult. Látni lehet, hogy még az aszfaltot is felsértette, hogy felborult. Muszáj elterelniük a forgalmat a keletre tartó oldal felé. Ha valami biztos, akkor az az, hogy ebből káosz lesz. Tegye le a telefont! Vagy talán mégsem. Ez nevetséges. Nagyon sok a kamionsofőr általában is telefonnal a kézben vezetnek, és próbálják lefotózni a felborult járművet. Mindet meg kellene büntetni, de most nincs erre idő. Egyik feladatuk, hogy eltávolítsák onnan a 36 méteres járművet. Ami nem megy körbe, az megy keresztbe. Bármilyen hosszú is mennie kell. Egyenesen, egyenesen! A Volgruf utat használja! A tábla után már mehet. Oké. Vagy mégsem. Gyerünk! Tűnés a körforgalomból! Nem! Vissza! Vissza! Tűnés! Hova megy? Mit gondol magáról? Meg is vannak, hogy a többiek is haladjanak, felváltva engedik a forgalmat. Készen álltok? Ha irányítjátok azt, én irányítom ezt. Rendben. Elindítjuk, majd megállítjuk a forgalmat. Ezt is megfordítjuk, és azt is. Megpróbáljuk elirányítani innen a forgalmat. Már egészen a hegyig ér. Kamionok fordulnak meg, minden a feje tetején áll. Egy ilyen kontrollált környezet is veszélyes lehet. Állj! Arra!
Nincs annál rosszabb, amikor a tükörben néznek, és nem látják, hogy ott állok az út közepén. Hölgyem! Arra! 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 Arra menjen! Meg fogok halni. Végem. Mindenki rajtam keresztül akar átjönni. Az életemmel játszom. A felborult rakományt a bontatóval fogják felhúzni, mert az elég erős hozzá. Ha ez megvan, nagyon finoman kell bánni vele. Nehogy átforduljon a másik oldalára. Még tovább. Gyerünk még. Itt maradok a biztonság kedvéért. Egy, két. Nehogy átbillenjen. Szép munka. Ez szép volt. Gyönyörűen megoldotta. Sikerült felállítani a rakományt. Sikerült újra kerékre helyezni. Most már csak el kell vinni az útból. Akkor végre megnyithatjuk a forgalmat. A rakományt vigyék el. Igen, végre sikerült elvinni az útból. Az utat megnyitottuk. Mehetünk? Igen. Felülhet a fiam? Persze. Szuper. Ültesd ide, bekapcsolom a lámpát. Kérdezhetek valamit? Nézz, anyura, nézz, anyura! Milyen motor? Yamaha. Yamaha? Igen. Ha van előtted egy autó, és valaki átsétál köztetek. Én is motoroztam. És hátra tolatsz, hogy ne üsd el az illetőt, és összetöröd a mögötted lévő autót. Kinek a hibája? Nehéz vezetni? Nem olyan vészes. Bármikor megtörténhet. Reméljük nem fog. Igen, igen. Próbáltak már BMW-t is? Igen, igen, volt egy. Melyik a jobb ez? Százszor jobb. Le kell lépnünk, mindenki velünk akar beszélgetni. A régi jó taktika. Gyorsan, nem beszélgetünk. Zárkozzunk fel a kamionhoz. Meg kell néznünk. Nem látom, hogy rögzítve van-e. Vettem. Mark és Darren pontosan tudja, milyen veszélyes lehet egy rögzítetlen rakomány. Egy felettesünk 1998-ban az M1-es autópályán haladt, amikor az előtte lévő teherautóról egy rakás fa rázuhant, mellkasan ütötte, és azonnal meghalt. Ezért ez a vesszőparipánk. Számos balesetet láttunk az évek alatt lehulló tárgyak miatt. Ez egy komoly biztonsági előírás. A legnagyobb probléma a rögzítéssel az, hogy a legtöbben nem tudják, hogy kell valamit jól rögzíteni. Sok félreértés övezi a rakománnyal kapcsolatos szabályokat. Azt hiszik, ha nem magasabb a járműnél, akkor nem kell rögzíteni. De bármit, amit a platón szállítunk, le kell kötözni, vagy le kell takarni. A büntetés elég súlyos, és jó pár pontot levonnak érte. Sok tragédia van belőle, mert azt hiszik, jól csinálták. Úgy tűnik, jól rögzítettek, kötelekkel és pántokkal is. Mi van mögötte? Nincs ott semmi. Oké, ez szerencse. Igen. Van két fém, ami csak rá van fektetve, semmi sem tartja. Tényleg? Nem akarnék mögötte lenni, amikor leesik. Oké, állítsuk félre. Jól van. Jó reggelt, hogy van? Az egyik ok, amiért megállítottam, az, hogy nem rögzítette megfelelően a rakományt. Ezeket a darabokat semmi sem tartja. A gravitáción kívül mi tartja? A saját súlyán kívül. Nem szeretnék mögötte lenni, amikor leborul. Megölhet valakit. Nézd meg! Simán lejön, simán. Csak az a két szeg tartja. Ha mindkét oldalon felemelkedik, lecsúszik az egész. Semmi sem tartja. Nem csak ezzel van probléma. Itt van ez a sok szerszám, csak ide vannak rakva. Drótok, kalapács. Képzeld el, hogy mi van akkor, ha ez repül feléd.
Több zsák beton, csizmák, és a rács a betonba. Jobban rögzítette, mint a legtöbben, de én mindig azt mondom, vegyék meg a hálót rá. Tudom, hogy sokan feleslegesnek tartják, de ha egy ilyen lerepül és eltalál valakit, akkor nem csak pénzbírság lesz. Börtönbüntetés a vége. Túl sokszor láttam már ilyet. Elég pár esetet megnézni az M7-esen, ahol a teherautóról lecsúszott valami, és tömegbalesetet okozott. Sok ember meghalhat emiatt. Pár éve volt egy eset, amikor az M5-ösön lejött a rögzítés, és a rakomány beterítette a másik autó szélvédőjét. Most csak figyelmeztetem a biztosítatlan rakomány miatt. Megkértem, hogy rögzítse úgy, ahogy megbeszéltük. És amint látják, már elkezdte lekötözni az egészet. Uram, mindig készüljön fel a legrosszabbra. Ha eltalál a rakománya valakit, az végzetes lehet. Nem volt túl boldog. Azt mondta, 20 éve csinálja ezt, és még sosem állították meg. Kész csoda, hogy nem volt belőle baj. Ennyi. Megtartsam, amíg átrakja? Oké, rendben. Azt mondja, 60 éves, tehát legalább 40 éve vezethet. Arra törekszünk, hogy megváltoztassuk a rossz szokásokat. Minden rendben, így már biztonságos. Szeretnénk, ha mindenki épségben érne haza a családjához, mert ez a legfontosabb. Ha valaki hibázik, annak következményei lesznek, amit vállalniuk kell. $439 és 3 büntetőpont olyasmiért, amit egyszerű lett volna elkerülni. Jól van, köszönjük. Chris és Mark éppen úton vannak. A főút tökéletes a sebesség ellenőrzésre. Azonnal bemérnek valakit. Az a kamion 110-zel megy. Menjünk utána. 108. Mint Craig Brown vagyok, motoros rendőr. Gyorshajtás miatt állítottuk meg. 100 km/h mehetne, de ő 108-al ment. A sofőr szerint az nem lehet, mert sebességkorlátozó van a járművében. 110-zel ment. 110-zel mértük be, az enyémen 108 volt. Nem volt a 108. De igen, ez a mérő nagyon pontos. Megállítottunk egy kamiont. 108 km/h ment, amikor csak 100-zal mehetett volna. A sebességkorlátozótól még mehet egy gyorsabban. Ez egy mechanikus motor, nincs számítógép. Azt mondja, a mérő óra szerint vezetett. Valószínűleg nem mér jól. A mérő óra 100-at mutatott. Akkor rossz. Erre hagyatkozom. Akkor is rossz. A mechanikus kamionok, mint ez, meghatározott sebességgel tudnak csak menni. A maximum sebességükkel. A számítógépesített kamionok nem tudnak gyorsabban menni. Nem tudom, jó volt a sebességem. Új a mérőberendezés, nem tudom. A 108 nagyon sok. Leírhatom azt is, hogy nem hajlandó együttműködni. Csak 2 pontom maradt. Egy vörösfényérzékelő kamera van benne. Lehet, hogy azzal van a baj. Nem túl jó hír. Már csak 2 pontom van. Nem fogok jól járni. Jól van, uram. Itt az engedélye. Figyelmeztetést helyezek ki a kamionra. 4 napja van kezdeni valamit a mérőórával. Legyen jó. Rendben? Ennyi. Büntetés szabunk ki a sebesség túllépés miatt. Ez $346-ba fog kerülni, és 1 büntetőpontba. Gyorsan rákerestem az eddigi eseteire. 12 büntetőpontja van. 1 pontja marad a mai büntetése után, tehát egyelőre megtarthatja a jogosítványát. Nem túl boldog. Kérdezhetnék? Hogy lehet? A külső sávban voltam. Igen, ott. Ott. Ott mértük be 110-zel. Volt mögöttem egy autó, aki megelőzött. Az milyen gyorsan mehetett?
Őt nem ellenőriztük, az ön kamionját ellenőriztük. Azonnal befogta a mérőegység. Pedig simán lehagyott. Mint azt mondtam, önt mértük be, egyszerre csak egy autót lehet bemérni, csak egy sebességet, csak egy autót, mindegy, hogy milyen az. Képzett hivatásos sofőr és szabályszegett. A harmadik sávban mértük be, ahol 80 km/h lehetne menni. Szükségük van a jogosítványukra, ebből élnek, ez a munkájuk. De be kell tartaniuk a szabályokat, és szemmel kell tartaniuk az eseményeket. Sok balesetet okoznak a kamionosok, és általában nem szerencsés kimenetelű baleseteket. Szabályosan vezettem. Minden nap vezetek. Minden nap forgalomban vagyok. A városban. És nehéz, nehéz a munkám. Hallottad, mit mondott? Miért nem a mögöttem jövőt mértétek be? Sokkal gyorsabban ment. Egyszerre csak egyet lehet. Nincs benne számítógép, ami visszafogja. Ez mechanikus, igen. Szóval nem tudom, hogy oldom meg. Majd valahogy. Nehéz súlyú jármű. Nem lenne szabad így vezetnie, és így gyorsulnia.